Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Bibliaolvasó kalauzunk újszövetségi igéi a Lukács evangéliumánál tartanak. Naponta olvashatjuk együtt ezeket az ige szakaszokat, és a jövő héten fogunk elérkezni a ma felolvasott ige szakaszhoz. Jézus Krisztus egy terméketlen fügefa körüli történéseket mesél el ebben a néhány szavas példázatban. Természetesen azért nevezzük a négy mondatos elbeszélést is példázatnak, mert ennek a négy mondatos példázatnak is magasabb rendű értelme van. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára tanúságos ez a történet, és ahogy majd haladunk előre az ige magyarázatban, úgy gondolom, magunkra fogunk ismerni. Az emberre fogunk ráismerni, hogy rólunk szól. Hogy kik is a szereplői ennek a történetnek, ennek a példázatnak. A szereplők nem más, mint a gazda, a fügefa és a vincellér. A gyerekekkel, amikor hittanórán szoktunk beszélgetni, vagy alsóba is, magyar órán egy-egy történetet beszélnek meg a tanítónénik, mindig felsoroljuk a szereplőket. Megbeszéljük, hogy kiket lehet felismerni az éppen elolvasott vagy meghallgatott történetben. Hát a mai felolvasott ige szakaszunkban is egyből rá lehet ismerni a szereplőkre. Mert hiába van így megnevezve, hogy a szereplő nem más, mint a gazda, a fügefa és a vincellér, de mi egyből minden ismeret és ismertetés nélkül rá tudunk jönni, hogy a példázatbeli gazda nem más, mint a Teremtő Isten. A példázatbeli fügefa pedig az én személyes életem. A vincellér pedig maga az Úr Jézus Krisztus. Így kezdődik a felolvasott történetünk példázat, hogy egy gazda kimegy a kertbe és keresi a termést az általa ültetett fán. Az általa gondozott és ültetett fán. Mert hát ugye ez a világ legtermészetesebb módja. Itt is a kedves testvérek közül tudom, hogy vannak olyanok, akik foglalkoznak gyümölcstermesztéssel. Elültetjük, gondozzuk, ápoljuk, mindent megadunk annak a fának, hogy termést hozzon, és akkor mi is kimegyünk és megnézzük, alig várjuk, hogy teremjen. Hát itt is a történetünkben a gazda kimegy, hogy megnézze, hogy mit is termett az a fa, amit ő ültetett, és ő gondozott az évek folyamán. A gazda a történetben gyümölcsöt keres, a fügefa pedig terem. Ez a természetnek a rendje. Ugyanígy természetes, hogy Isten várja, keresi az életemben a munkájának a gyümölcsét. De valóban ez a természetes számomra? Nem inkább fordítva gondoljuk nagyon sokszor, hogy tudnélik, hát én vagyok a gazda, az ember a gazda. És Isten dolga ellátni engem a jól megérdemelt gyümölcsökkel. Ugye, ahogy sokszor így gondolkodnak az emberek? Hogy Istennek kötelessége és feladata nekem mindent megadni, mert hát azért, mert ő az Isten. Ezért is jó néha, ha rendbe rakjuk a sorrendet, és rendbe rakjuk a gondolatainkat és a szerepköröket. Thank you.